Megnyílt a pacséri gyógyfürdő. Szombaton 14-től 19 óráig várják a gyerekeket az első topolyai gyermeknapra. A községi tűzoltó szövetség ebben az évben is megszervezi az aratás előtt álló mezőgazdasági gépek ellenőrzését. Ballagók bulija lesz a mezőgazdasági iskolában. Köszöntöm Önöket! Június 5-ei híradónkat látják. Behozatali illetéket vezetett be a tejre és a tejtermékekre a szerb kormány, tudósít a Vajdasági Rádió és Televízió. Ezt az intézkedést azért hozták meg, hogy megvédjék a belföldi gazdákat. A tejporra viszont nem vezették be az illetéket, ami szakértők szerint sokkal nagyobb gondot okoz a hazai tejtermelő gazdáknak, mint a külföldi tej és a tejtermékek importja. A Magyar Szürke Marha Tenyésztők Egyesülete június 6-án szombaton tartja Truzsinszky Szabolcs 153-as számú tanyáján, az őshonos állatok és növények farmján a Marha Tenyésztők napját. A nemzetközi találkozó a mezőgazdasági termelők 9. tanácskozása, melynek kísérő rendezvényeként megtekinthető az őshonos állatok kiállítása és termékbemutatója. Az idei találkozó témája az egészséges táplálkozás az ökológiai állattenyésztés tükrében. A szürke marha főzőverseny 7 óra 30 perckor kezdődik, majd az ünnepélyes megnyitót követően szakelőadásokat hallhatnak a résztvevők. 13 órakor kihirdetik a főzőverseny eredményét, az ebéd után pedig megtekintik a farmot. A Községi Tűzoltó Szövetség ebben az évben is megszervezi az aratás előtt álló mezőgazdasági gépek ellenőrzését. Az ellenőrzés tehát ettől a hónap 8-ától 12-ig tart, Topolyán a tűzoltó otthonban, tehát minden napon 8-tól 14 óráig, és én elmondanám esetleg helyi közönségenként is, hogy mikor, hol, tehát Bástkos útfalban a tűzoltó otthonban 8-án, 8 óra 30-tól 13 óráig, Pacséron a tűzoltó otthonban, szintén 8-án, 14 órától 17 óráig, Karagyorgyevon a tejház előtt, már 9-én, tehát 9 órától 10 óráig, szintén 9-én történik még az ellenőrzés Kis-Belgrádban, a bolt előtt, 10 óra 15-től 11 óra 15-ig, Bajsán a tűzoltó otthonban történik ugyanaznap, tehát 9-én az ellenőrzés 14 órától 18 óráig. Svetichevon 10-én kezdődik, vagyis 10-én történik ez az ellenőrzés a bolt előtt, 9 órától 11 óráig. Gunarason a helyi közösség épülete előtt, szintén 10-én, 13-tól 18 óráig. 11-én történnek a következő helyiségekben az ellenőrzések. Tomislavcin a helyi közösség épülete előtt, 9-től 10 óráig. Bácski-Szokolácon szintén a helyi közösség épülete előtt, 10-től 11 óráig, Gornya-Rogaticán ugyanúgy a helyi közösség épülete előtt, 11-től 12 óráig, és Orahovon szintén a helyi közösség épülete előtt, 13-tól 17 óráig. 12-én sorra kerülnek a Becsei úti tanyák, 9 órától 11 óráig tart az ellenőrzés, Nyegosevónál, az AD Nyegosevó épülete előtt, 11 órától 13 óráig, és szintén a Becsei úti tanyák 13-tól 16 óráig. Na most az ellenőrzés áraira is gondolom, hogy kíváncsiak a polgárok, és mindazok, akik ugye igénybe veszik az ellenőrzést. Traktorok esetében 1000 dinár darabja, kombájn és tehérgépjármű, ide 1400 dinár darabja. Na most a tűzoltó készülékek attól függően, hogy mekkorák, az S6-os és a 9-es az 300 dinárba kerül darabja, az 1-es, 2-es és 3-as pedig 250 dinár.
Folyamatosan érkeznek a látogatók a ma megnyílt pacséri sós melegvizes gyógyfürdőbe. A közel 2000 négyzetméter vízfelülettel rendelkező gyógytó minden nap 10-től 19 óráig várja a látogatókat. Szombati Zoltán, a helyi közösség tanácsának elnöke nyilatkozott. Egy olyan periódus áll mögöttünk, ugye a téli periódus, amikor nagyon hiányzott ez a tó. Sajnos az építkezéssel nem tudtunk elindulni, tehát nem tudtuk felépíteni a fedett részt. Ezért ez a mai nap én úgy gondolom, hogy nagyon fontos azért, mert meg tudunk indulni a nyári periódusra. Remélem, hogy a fürdőzők is majd fognak jönni, hiszen valóban igaz, hogy péntek van és 10 óra is már jöttek fürdőzők, de én úgy gondolom, hogy ez a mai nap elsősorban egy bemelegítés a személyzetnek, a rendszernek, hogy fölálljon, hogy összeálljon, hogy az árazások, a kasszák dolgozzanak meg egyebek, hiszen kijöttünk a gyakorlatból a tél folyamán, és úgy gondolom, hogy a holnapi, tehát a szombat és a vasárnapi nap, a weekend lesz az, ami igazán húzós és ütős lesz ennek a fürdőnek, hiszen a környékről várunk nagyon sok fürdőzőt, valamint a Facebookon keresztül már Magyarországról nagyon sokan jelezték, hogy meg fognak bennünket látogatni a hétvégén. És én úgy gondolom, hogy a holnapi nap már teljes kapacitással fogunk működni, és teljes bevetéssel várjuk, és hát valamilyen módon kiszolgáljuk az ide érkező turistákat. Mi változott a tavalyi év óta? Gyakorlatilag a tavalyi év óta sikerült egy kicsit komplettíroznunk a felszerelést, tehát több paddal, több napernyővel, több ágyal, nyugágyal várjuk a vendégeket. A tavasszal kicseréltük a pumpát, megjavították a pumpát, tervezzük egy cserepumpának a megvételét, hiszen gyakorlatilag nem lehet csak egy pumpában bízni, és így most gyakorlatilag 30-31-32 fokon tudjuk tartani a tónak a hőmérsékletét, ami úgy gondolom, hogy ideális. Is. Pont valamelyik nap hát egy kicsit túl melegedett a víz, és a hettől melegebb az már fújtja az embereket, az már nem jó, az már az ülőfürdőknek való hőmérséklet. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a gyerekektől kezdve az idősekig mindenkinek egy megfelelő hőmérsékletet tud adni, valamint hát én úgy gondolom, hogy az itt benne lévő gyógyhatásokra nagyon hiányoztak az embereknek a tél folyamán. Sokan panaszkodtak, sokan mondták, hogy olyan jó volt a tavaly nyáron, nem fájt a forgójuk, nem fájt a lábuk, a kezük, és ezek az emberek most mind nagy örömmel jönnek újra, és újra gyógyítják magukat itt Pacséron. Akik netán még nem hallottak a pacséri tófürdőről, és nem tudják, hogy mire jó ez a víz, mit mondanál azoknak? Gyakorlatilag ez egy 1400 méter mélyről jövő víz, amely nagyon nagy magas sótartalmú, 21 g sót tartalmaz literenként, tehát ilyen szempontból mondhatnánk azt is, hogy ez egy meleg tengervíz. Ezen kívül még egyéb más mikro és anyagok vannak benne, olyan elemek, amelyeknek a balneológia analízis alapján bizonyítottan gyógyhatásuk van. Elsősorban izomhúzódásokra, izomgyulladásokra, törések és utána való ilyen rehabilitációra, valamint bőrbetegségekre nagyon jó, valamint a sóhatása miatt pedig a különböző légúti betegségekre is nagyon jó gyógyítja. Tervezzük is majd az elkövetkező időszakban a fedett részben egy sókamrának, egy nedves sókamrának a kialakítása, ami pedig tényleg csak a légúti betegeknek lesz kialakítva. Mikrofonhoz kértük az első fürdőzőt, Nemes Veronát, aki tavaly is elsőnek mártózott meg a tóban. Én alig vártam ezt a napot, hogy megnyíljon ez a fürdő, és el is terveztem, hogy én fogok az első lenni, mert nagyon-nagyon jó érzem magam. A víz nagyon jó, úgyhogy. Tavaly segített valamit? Igen, én nagyon jól éreztem magam, én augusztusban egész holnapban majdnem minden nap jöttem, úgyhogy én nekem nagyon-nagyon jó, most is alig vártam, hogy eljön ez a nap. Mit segített, mire volt jó konkrétan a te esetedben? Ilyen mozgási problémákra én nekem nagyon jó, mert tönkre van térdeim, forgóm, vállam, nekem nagyon jót tesz. A tófürdő környékén a tavasszal parkolókat létesítettek. A belépőjegy ára a tavalyi szinten maradt. Felnőttek és 14 éven felüli gyermekek számára 300 dinár, 4-től 14 éves gyerekeknek 200 dinár, a 2 plusz 2 személyes családi jegy 800, a 2 plusz 1 személyes családi jegy 600 dinár. A hónapos jegy felnőttek és 14 éven felüli gyermekek számára 3000 dinár, 4-től 14 éves gyermekeknek pedig 2000 dinár.
A trianoni békeszerződés aláírásának 95. évfordulójára emlékeztek Topolyán a VMDP Topolya Kishegyes Körzeti Szervezete szervezésében, a nyugati temetőben az első és második világháborúban elesettek sírjánál. A megemlékezés keretében pontosan 16 óra 30 perckor megszólaltak a Sarlós Boldogasszony katolikus templom harangjai, és a himnusz eléneklése után Sípos Piroska, a VMDP Topolya Kishegyes Körzetének alelnöke köszöntötte a jelenlévőket, és az Aurora Stúdió tagja Tölgyesi Anna elszavalta Radnóti Miklós Nem tudhatom című költeményét. A VMDP Topolya Kishegyes Körzetének elnöke Kovács László beszélt az 1920-as eseményekről. Tisztelt egybegyűltek! 1920. június 4-én Budapesten és országszerte megszólaltak a harangok, a gyártelepek megszólaltatták szirénáikat, a mezőn az emberek kézre rogytak és zokogtak. A magyar meghatalmazottak a Párizs melletti Nagy Trianon palotában aláírták a békeszerződést. Ez minden idők legigazságtalanabb békeszerződése. A folytatásban Sörfőző Károly, a VMDK topolyai elnöke szólt az egybegyültekhez. Hölgyeim és uraim, tisztelt emlékezők, azért jöttünk ma itt össze, hogy a 1920. június 4-én történt trianoni eseményekre emlékezzünk. Annak ellenére, hogy tudjuk, hogy ki volt az a két személy, aki aláírt ezt a diktátumot, vagy ahogy egyesek csúfolják, békeszerződést, én úgy gondolom, hogy ezeken a megemlékezéseken ezeknek az embereknek a nevét nem kell kiejteni, ugyanis magyar ember ilyen dokumentumot nem írhatott alá. A történelmi egyházak képviselői Dolinszky Márta lelkésznő az evangélikus egyház képviseletében, Bányai Béla László tiszteletes úr a református és főtisztelendő Fazekas Ferenc tiszamenti főesperes a római katolikus egyház képviseletében mondott imát nemzetünkért. A jelenlévő pártok a VMDP topolyai és kishegyesi, valamint a VMDK képviselői a síroknál elhelyezték a kegyelet virágait. A koszorúzást a szózat eléneklése zárta. Kányapap Imre Szász Zsoltár című kötetét mutatták be a topolyai Juhász Erzsébet könyvtár padlás termében. A szerzővel Vörös Julianna és Nára Éva beszélgetett. A könyvbemutató előtt kértük mikrofonhoz Pap Imrét. Édesanyám topolyai, és innen is az eddigi nevem, hogy ne mondjam a Pap Imre név megkülönböztetése a Kánya Pap Imre, tekintettel, hogy édesanyám topolyai és tót származa, illetve tót nevezetű, és mint a tótoknak általában nekik is volt ragadvány nevük, és ez volt a Kánya. Innen vettem ezt a nevet. 90-es évek elején, egészen pontosan 93-ban Székesfehérváron tekintettel, hogy kénytelen voltam elmenni egy másfél évre oda az itteni viszonyok miatt, és a főszerkesztő azt mondta, hogy na, írjál ma valamit húsvétra. És akkor írtam egyet, és az volt az első számú Zsoltár, és ez, hát, hogy nem mondjam, igen-igen sikeresnek bizonyult, és aztán évekig nem írtam semmit. Gondolom, ilyen témában nem írtam semmit, hanem utána azt hiszem, hogy ott 99-2000 tájékán ott írtam még egyet, szintén húsvétra, és az is ilyen Zsoltár-szerű lett, és onnan kezdett el tudatosodni, hogy azok a dolgok, amiket én ott a 90-es években megírtam, azok a dolgok mind ilyen jellegűek, tehát ilyen, hogy az ember a háború idején megpróbálja rendbe tenni saját magát, saját maga meglátásait, a saját dolgait, ami a világnézetét is illeti, meg egyébként is, hogy elhelyezze magát a világban. Pontosan akkor, amikor ugye az emberi élet a legkevesebbet ért. Az volt a cél, hogy egy bizonyos dolgokat, amit addig összehoztam, azt kiadjam.
Szombaton 14-től 19 óráig várják a gyermekeket a Topolyai felvonulási téren. Minden korosztály számára készülnek szórakoztató programmal. Az első Topolyai gyermeknapról Tölgyesi Huba nyilatkozott. Színes program várható június 6-án szombaton a felvonulási téren, ugye ezen az új téren a tűzoltó otthonnal szemben. És egész nullától szerintem 14-5 éves korig mindenki tud majd magának programot találni, lesz babamama sátor, ovis sátor, iskolás sátor, trambulin, mászófal, lovaglási lehetőség, édességek, úgyhogy minden program így igyekszünk tényleg a gyerekeknek színessé tenni, úgyhogy várjuk a családokat. Fontos, hogy a rendezvény ingyenes, tehát tényleg mindenkit szeretettel várunk ott a téren 2 órától. Az a célunk, hogy ebből is egy hagyományos rendezvényt csináljunk, és egy komoly gyerekfesztivál legyen, ha nem is több napos, de legalább egy egész napos már talán a jövő évtől kezdve, tehát már vannak ötleteink, terveink a jövő évre is. És hát ez a nap mindenképpen a fiataloké, hiszen aznap este, szintén június 6-án kerül megrendezésre a Ballagok bulija, ez pedig a mezőgazdasági iskola sportcsarnoka melletti téren, tehát egy szabadtéri buli, ami ugye igen ritkaság itt Topolyán, hogy szabadtéren tudunk bulizni, így szintén szeretnék meghívni minden kedves fiatalt, időset is akár, tehát nem csak a ballagókat, ugye őket különösen várjuk, de mindenkit este 9 órától ott kint a sportcsarnok melletti téren, és hát egy igazi fiatalos, diszkós programot raktunk össze, 4 DJ-vel, ugye DJ Palu, Noise, Allen és Surfi fognak fellépni, tehát így vannak topolyi DJ-k is, valamint akik igazán közkedveltek mostanában a diszkókon, ugye a fiatalok körében, úgyhogy egy igazi fiatalos bulis este várható, ami kiváló alkalom így az iskolai év lezárására és a nyár kezdetére. Ez is ingyenes teljesen a buli, tehát ide is mindenkit szeretettel várunk. Fontos kiemelnem, hogy ennek a két rendezvénynek a fő támogatója most a Topolya község, tehát az ő felkérésükre végül is szervezzük ezeket az eseményeket, és támogat még minket ugye a Topolya helyi közösség, a művelődési ház és természetesen a mezőgazdasági iskola, akik ugye lehetővé teszik, hogy ott az ő területükön megrendezzük ezt a bulit. Úgyhogy kövessen minket mindenki a legismertebb ugye társasági oldalon, ott megtalálhatják az Origo Egyesületet, és hát minden eseményről ott bővebb információt kaphatnak, úgy a gyermeknapról, mint a ballagok buliáról, és hát minden másról is, amit szervezünk itt Topolyán. A 39. Durindót és az 52. Gyöngyös Bokrétát a hétvégén tartják Csantavéren. A vajdasági magyarság legrangosabb és legtömegesebb népzenei és néptánc fesztiváljára június 6-án és 7-én kerül sor. A Topolyai Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ is részt vesz az eseményen. A témával és a felszállott a páva vetélkedővel kapcsolatban kérdeztük Savelin László művészeti vezetőt. Június eleje az mindig a Durindóról és a Gyöngyös Bokrétáról szól, tehát a Kodály Ház szakosztálya is a Durindóra és a Gyöngyös Bokrétára készülnek. A Durindón a hétmező leánykórus vesz részt, a Kaláris asszonykórus, a Csörgő Citera zenekar, úgyhogy lesznek résztvevők a Kodály Házból, valamint ugye a hetedikei vasárnapi programban a Gyöngyösbokrétán pedig a Cirkalom táncegyüttes fog szerepelni. A Szélszirom táncegyüttes és Dudás Kata részt vett ugye a budapesti felszállott a páva válogatóján. Hát nagyon pozitívan értékelték őket, a zsűri magas pontszámokat adott nekik, de hát, mint tudjuk, ez még nem jelent semmit, mivel hogy még egy körön keresztül kell, hogy menjenek. Most visszanézik ezeket a fölvételeket, amik készültek róluk ott a helyszínen, és hát egy összevont zsűri fog dönteni, hogy ki is lesz az, aki tovább jut, úgymond a tévés döntőre, vagy elődöntőre. Június 7-én megemlékezést tartanak a zsidók deportálásáról és a holokauszt 71. évfordulójáról a Topolyai zsidó temetőben. A megemlékezés 10 óra 30 perckor kezdődik, a szervező a Filmmúzeum civil szervezet és Topolya önkormányzata. A Topolyai Alapfokú Zeneiskola június 6-án szombaton 18 órai kezdettel tartja évzáró ünnepi gála koncertjét. A műsor első részében diploma és dicsérő oklevelek osztása lesz, a második részben pedig a zenede legtehetségesebb diákjai vesznek részt. Mindenre a Művelődési Ház mozitermében kerül sor. Minden érdeklődőt várnak.
Június 6-án az Origo Egyesület szervezésében 3 év szünet után Topolyán ismét lesz ballagók bulija a mezőgazdasági iskolánál. A buli 21 órakor kezdődik, a jó hangulatról DJ Palu, DJ Noise, Allen és Surfi gondoskodnak. A belépő ingyenes, a ballagók buliának támogatói Topolya község, a Topolyai Helyi Közösség, a Művelődési Ház és a Mezőgazdasági Iskola. Június 7-én vasárnap Topolyán a Sallós Boldogasszony templomban vendégszerepel a János Halmi Mitrász pedagógus női kar. Közreműködik Hardi Horváth Mária énekművész, Kovács Andrea művésztanár és Juhászné Zellei Judit művésztanár. Vezénnyel Karsai Péter. Elsősorban Kodály Zoltán, Bartók Béla, Bárdos Lajos műveit, valamint madrigálokat és népdalfeldolgozásokat tűztek műsorra. A koncert 19 órakor kezdődik. Június 9-én kedden 18 órai kezdettel felvételi vizsgát tartanak a Topolyai Alapfokú Zeneiskolában. Érdeklődni lehet Topolyán a Főutca 84-ben vagy a 715-504-es telefonszámon, illetve a Zenede honlapján. A Régió Rádió hullámhosszán a 107,9 MHz-en szombaton június 6-án és vasárnap június 7-én 12 órai kezdettel ismét találkozhatnak a Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ berkeiben működő Aurora Stúdió verses rádió műsorával. A stúdió versmondói ezúttal Orbán Ottó költőre emlékeznek. Június 14-én vasárnap a Topolyai Művelődési Ház és a Kishegyesi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület színházlátogatást szervez Szabadkára a Kosztolányi Dezső Színház Lilium című előadására. A darab rendezője Kovács Frigyes. A belépőjegy úti költséggel együtt 500 dinár. Indulás Topolyáról 18 óra 15 perckor. Kérik az érdeklődőket, hogy részvételi szándékukat legkésőbb június 9-éig jelentsék, ugyanis kevés számú érdeklődő esetén kénytelenek lesznek lemondani az utazást. Helyfoglalása 024 713 515-ös telefonszámon, vagy személyesen a Topolyai Művelődési Ház irodájában. Június 6-án oldtimer találkozót tartanak Topolyán az Idegenforgalmi Szervezet, az Zobnatica Turisztikai Központ és a Szabadkai Nemzetközi Oldtimer Klub szervezésében. A veterán járműveket 10 és 11 óra között tekinthetik meg Topolya központjában, a Sarlós Boldogasszony katolikus templom előtti parkolóban, majd 11 órától 14 óráig Zobnaticán. A szabadkai áramelosztó Topolyai részlegének értesítése szerint június 7-én vasárnap nem lesz áram Topolyán a Maribor köztársaság, az Élmunkás, Szarajevó, Deák Ferenc utca és a Vukkaradzsics utca egy részében és a Sztefán Jovanovics utca környékén. Az áramkimaradás 8 és 9 óra között történik. A topolyai labdarúgók 4 pontos előnnyel várják a zárófordulót. A Bácskai Zóna 29. fordulójában a TSC 3-0 arányban nyert a Bórász csapata ellen, és így 74 ponttal az első helyet foglalja el a táblázaton. A következő utolsó fordulóban június 6-án a Zádrugár csapatához utazik. A romániai Szatmár Németin szervezték meg az Erős Emberek nemzetközi versenyét. A topolyai Toldi Testépítő Klub versenyzője Kecskés Roland az előkelő második helyet szerezte meg ezen a versenyen, csak egy ukrán versenyzőnek sikerült őt megelőzni. Nyár 2015 című műsorunkban ma a közelmúltban Bácskaútfalván vendégszereplő Huzella Péter fellépéséből adunk ízelítőt. Vajdaságban szombaton derült száraz idő lesz, csak némi gomoly felhő lehet az égen. Többnyire gyenge lesz a keleti légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 15 és 17 fok között lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 29-30 fok körül alakul. Erős a nap ultraibolya sugárzása. Vajdaságban vasárnap napos idő lesz, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 17 és 19 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30-31 fok körül a legvalószínűbb.
erős lesz ekkor is az ultraibolya sugárzás. Kedves nézőink, híradónkat látták. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és mindenkinek kellemes hétvégét kívánunk. Viszontlátásra!